Nyáron gyakori probléma a fülgyulladás, vagy pontosabban a hallójára gyulladás, de mit lehet ellene tenni, mik a korszerű készítmények, és mik azok, amiket nem érdemes használni. Üdvözlöm, dr. Novák Hunor vagyok, és próbálok most ezekben önnek segíteni. A hallójára gyulladásra hajlamosít nyilván a strandolás, hogy a fülünkben víz marad, és ott egy kicsit fölázik a hallójára, illetőleg egyértelműen hajlamosít a fültisztító pálcika használata. A fűzsír ugyanis egyértelműen véd minket a hallójára gyulladással szemben. Ez a fültisztító pálcika egy borzasztó rossz dolog, nem csak a védő fűzsír távolítjuk el, hanem mikrosérüléseket okozunk, másrészt a fülünkbe nagyon sokszor betömjük a fűzsír, tehát ennek a használatát semmiképpen nem javaslom. A hallójára gyulladás jele a borzasztóan erős fülfájás. Hogyha így meghúzzuk hátrafelé a fülünket, vagy itt megnyomjuk, akkor ez önmagában már nagyon erős fájdalomhoz vezethet, viszkethet a hallójárat, illetve váladékozhat. Mit ne tegyünk? Először is nagyon fontos, hogy azért orvosi vizsgálat után kezdjünk bármilyen terápiába, hiszen, hogyha például egy gennyes középfülgyulladásunk volt, és kiukadt a dobhártya, a fülbe csepegtetett, innen-onnan kapott, vagy korábban meglévő, vagy lejárt gyógyszerek akár halláskárosodást is okozhatnak, szóval ezeket inkább felejtsük el. Mit tegyünk? Egyrészt mindenképpen vegyünk be fájdalomcsillapítót, például paracetamol vagy ibuprofen hatóanyagot, ezek recept nélkül kaphatók, illetőleg az orvos felírhat antibiotikumos fülcseppet, gyulladáscsökkentő szteroidos fülcseppet, vagy savasíthatja a hallójáratot egy ilyen 2%-os ecetsavoldattal, ebben az orvosa majd segít, de nagyon fontos, hogy előzzük meg a problémát. Hogyha hajlamosak vagyunk erre, egyrészt használhatunk speciális füldugót úszáshoz, másrészt vehetünk különböző fülcseppeket, leginkább olajos fülcseppet vagy parafinolajt csepegtethetünk a fülbe fürdés előtt. Ez segít abban, hogy a víz ne tudja úgy föláztatni a hallójáratunkat. És végezetül az utolsó tanács, ha fürödtünk, akkor váltott lában ugrálva, ne furcsáljuk, hogy esetleg hülyén néznek ránk, mindenképpen rázzuk ki egyik, majd a másik fülünkből a vizet, és akár hajszárítóval, viszonylag távolabbról fújva a fülbe sokat tehetünk azért, hogy a maradék folyadék, nedvesség is ott felszáradjon, hiszen a hallójára gyulladást ne felejtsük elsősorban mi okozza, az, hogy nincs ott fűzsír, mert kiszedtük vagy hajlamosak vagyunk rá, és nem olyan zsíros a fülünk, másrészt bekerül a víz. Ha ezt a kettőt kiküszöböljük, drasztikusan csökkenhet ennek a nagyon kellemetlen és fájdalmas nyári betegségnek az előfordulása.